28. alkalommal szervezte meg a Szféra Európa a városi polgármesterek rendezvúját Zalaegerszegen, a Zala zónjárműipari teszt pályán. A találkozón Dukai Miklós államtitkár először dr. Pintér Sándor belügyminiszter üdvözletét és üzenetét adta át, majd beszédében hangsúlyozta. Az előttünk álló időszakban nem csak erős, cselekvőképes, világos jövőképpen rendelkező kormányra van szükség, hanem ugyanilyen célokkal és képességekkel rendelkező önkormányzatokra is. Napjainkban minden ember számára fontos, de már nem elégséges feltétel, hogy legyen egy hely, ahol élhet, dolgozhat, kikapcsolódhat. A 21. század embere egyre többre vágyik. Nincsenek könnyű helyzetben a települések és azok vezetői, hiszen ma már egyre inkább előtérbe kerülő szolgáltató szemléletet kell megvalósítaniuk. A globális kérdésekre adott helyi válaszok megtalálása új szemléletet, újfajta stratégiaalkotási képességet is igényel, a sikeres település a hagyományostól eltérő szerepköröket kíván meg. Az innováció szerepe különösen felértékelődik, nélkülözhetetlenné válnak az új, modern, hosszú távú és költséghatékony megoldások. Az önkormányzatok számára felrajzolható jövőkép szempontjából a legfontosabb a települések élhetőbbé tétele és a működőképesség megőrzése. Ez összetett feladat, mert egyrészt igényli, hogy a település infrastruktúrája, a szolgáltatási palettája megfeleljen a 21. századi követelményeknek. Másrészt szükséges a burkolt úthálózat, teljes körű közüzemi szolgáltatások, széles sávú internet, gondozott zöld területek, az aktív kikapcsolódást segítő létesítmények, területek, egy szóval a modern kor elvárásaihoz közelítő, élhető lakókörnyezet. Mindezek mellett elengedhetetlen a helyi közösség fejlesztése, a lakosság bevonása a helyi önkormányzásba, a település társadalmi és kulturális életének szervezésébe. Az emberi kapcsolatok erősítése, a humán erőforrások aktivizálása is új lendületet adhat a településeknek. Meggyőződésem, hogy a helyi önkormányzatok a megváltozott feltételek, a mai nehéz gazdasági körülmények és bizonytalan energiahelyzet ellenére is megtalálják a település fejlődését biztosító lehetőségeket, és ennek mentén alakítják ki jövőképüket. Kedves kollégák! A mögöttünk hagyott években közösen, összefogással, néha buktatókon át, de mégis sikerrel küzdöttünk az önkormányzatokat is sújtó legnagyobb problémák ellen. Gondoljunk csak a COVID-19 járványra, az ukrán-orosz háborúra, majd az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatti energiaválságra, elszabadult inflációra. E problémák legyőzése és megoldása érdekében nagy szükség volt, és van, és lesz is az önkormányzatok, a kormányzat és az állampolgárok összefogására, együttműködésére, hiszen a helyzet talán sosem volt annyira nehéz, mint 2023-ban. És akkor még az ismétetlen felerősödő illegális migráció miatt hazánkra, a déli határainknál fekvő településeinkre nehezedő gyomást nem is említettem. Sokszor bármennyire is az ellenkezője látszik, vagy ilyen álhírek keletkeznek, de a kormány, azon belül a belügyminisztérium figyel az önkormányzatokra. Magyarország kormánya továbbra is elkötelezett az alaptörvényben és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben lefektetett önkormányzati autonómia biztosítására, a helyi közügyek mind magasabb színvonalon történő ellátása iránt. Ennek megvalósítása azonban a helyi közösségek és azok vezetői támogatása nélkül nem lehet eredményes. A városi polgármesterek találkozóján a hagyományokhoz híven elismeréseket is átadtak. Az országos internetes szavazás alapján 2023-ban az év polgármestere díjat a karcagi Szepesi Tibor, az év alpolgármestere díjat pedig a ceglédi Hegedűs Ágota vehette át. Az év jegyzője kitüntetést Budapest második kerületének jegyzője dr. Szalai Tibor kapta. Ez a díj egy megtiszteltetés számomra, hiszen egy olyan közösség ítélte oda Karcagváros lakossága, hiszen egy internetes szavazás keretében került kiválasztásra az év polgármestere. Tehát egy olyan közösség ítélte oda, ahol 55 éve élek, ahol nagyon régóta dolgozok, azért a közösségért, aki szavazatát adta rám. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a szavazásban, aki leadta voksát, ítéletét, hiszen meghatározó ez, azt gondolom, az elmúlt évekre, és meghatározó a jövőre való tekintettel is. Nagyon nagy öröm volt.
hiszen ahogy elmondtam, tényleg egy közösség, Karcag város lakossága döntött arról, hogy megkaphatom ezt a nagyon szép díjat, ezt a nagyon szép címet. Úgyhogy végtelenül boldog vagyok, köszönöm szépen. Hát nyilván emellé, mint személynek szólóan egy nagyon szép Szász Endre díj, illetve a várost is ért egy óriási jutalom, hiszen a Porsche Hungária jóvoltából egy elektromos töltőállomás kerül a városban elhelyezésre, amelyet természetesen mindenki használhat majd a jövőben. A munka folytatódik, dolgozunk tovább, mert Karcagnak fejlődnie kell, írta Szepesi Tibor.